Volt, hogy megkérdezték, hogy hogy hívják a feleségemet, és az nem rögtön jutott eszembe. A megjegyző emlékezet zavar vezető tünete az Alzheimer-kornak. Kapp Péter István 16 évvel ezelőtt szembesült azzal, hogy agya fokozatosan és visszafordíthatatlanul a leépülés útjára lépett, vagyis a demencia nevű betegségcsoport egyik fajtájában szenved. Hirtelen nem jut eszembe levet. De most azt kérdezte, ugye, hogy főleg a... Az Alzheimer-kór az a leggyakoribb formája a demenciának. Ma Magyarországon több mint 200 ezer ember érintett a betegségben, mely a demencia összes formájának körülbelül a 70%-át adja. Így az elmúlt 100 évben egy ritka betegségből nagyon gyakorivá vált. Olyan gyakorivá, hogy ma az Alzheimer-kór a világon az 5., az Egyesült Államokban a 6. leggyakoribb halálok. Kapp Péter István pszichiáterként már az első tünetek megjelenése óta pontosan tudja, hogy mi történik vele. Amikor hazaértem a munkahelyemről vonattal a keleti pályaudvarról, akkor hazatelefonáltam, hogy jövök, és az körülbelül 15 perces út, de 17:30 éjfél előtt fél órával értem oda. A térbeli tájékozódás zavara is vészjósló tünete az Alzheimer-kornak. Mindjárt megmutatjuk, hogy hogyan próbálja egy pszichiáter a tünetek ellenére megtartani az emlékeit, de előtte ismerkedjünk meg az agy egyik legrejtélyesebb betegségével. Döbbenetes képsorok következnek. Így néz ki egy egészséges agy, és így néz ki egy demenciában szenvedő agya a boncasztalon. Utóbbi lényegesen kisebb, egy olyan betegség nyomait viseli magán, amivel az orvostudomány ma még nem tud megbirkózni. Mivel az Alzheimer-kornak okiterápiája, azaz gyógymódja jelenleg nincsen. Van néhány olyan gyógyszerünk, amellyel ugyan a betegségnek a lefolyását nem lehet megváltoztatni, nem lehet a későbbi tünetek kialakulását megelőzni, de a meglévő tüneteket, akár az emlékezetzavar és a gondolkodással összefüggő tüneteket is lehet enyhíteni. Egy korábbi amerikai kutatás szerint a vér amiloid tartalmából akár évtizedekkel előre megjósolható az Alzheimer-kor kialakulása. Ugyanis ez a fehérje okolható elsősorban az idegsejtek közötti kapcsolat megszakadásáért. 2018-ban, tehát ebben az évben több mint 100 ilyen Alzheimer kutatás folyt a világon, és ebből volt egy, ami ugyancsak egy 2. fázisú vizsgálat, tehát még nem a közvetlen klinikai bevezetést megelőző vizsgálat, de egy ilyen vizsgálat egyik alcsoportja az adott vizsgálati szer legnagyobb dózisát azt a betegség lefolyás lassításában hatékonynak találta. Ez reménykedésre ad okot, hogy hamarosan megtalálják az elbutulásként is nevezett Alzheimer-kor lefolyását lassító első terápiát. Óvodások próbálgatják napjaink egyik legkülönlegesebb játékát, ami bármilyen furcsa, de fontos szerepet tölt be a demencia betegségcsoportok, így az Alzheimer-kor kutatásában is. A játék története egy kisfiúról szól, aki az édesapjával nő fel a tengeren. És már el is érkeztünk a játék igazi küldetéséhez, hiszen amikor ezzel játszunk, akkor egy orvosi kutatásban is részt veszünk. Bár a feladat lényege a tájékozódás, de minden elért eredmény egy összetett és nehezen kutatható betegségcsoport a demencia titkainak megfejtésében segít. Németh Balázs grafikus és szoftverfejlesztő azt mondja, míg a hagyományos orvosi tesztek papíron történnek, viszonylag kevés emberrel tudnak felmérést végezni. Az applikációval azonban több millió ember adatait is tudják elemezni. Szépen figyeli az applikáció, amennyire én láttam, hogy ugye milyen hatékonysággal, milyen eredménnyel játszunk a játékba, és ezeket az eredményeket elküldi, gondolom én, egy adatbázisba, amivel utána ugye a kutatók tudnak bármit is kezdeni. Dr. Óvári Csaba neurológus szerint ahhoz, hogy egy terápia sikeres legyen, a betegséget a korai fázisában kell tetten érni, mert ekkor van értelme megpróbálni megőrizni azt a kognitív képességet, ami még adott. Ez az Alzheimer-kornak az életkora legfontosabb rizikófaktora tulajdonképpen. Amíg 60 éves kor alatt elképesztően ritka, hogy megjelenjen, a 80 éves populációban a betegeknek, pontosabban a 80 éves embereknek a 20%-a már érintett. Az Alzheimer-kor az agy szöveteinek degeneratív, vagyis visszafordíthatatlan károsodásával, a szellemi képességek, például a gondolkodás, vagy az érzelmek és a kommunikációs készség, vagy akár a testi funkciók, például a mozgás hanyatlásával jár.
Kevesen tudják, hogy a mindig szétszórt nyomozót, Kálámbót játszó színész Peter Falk időskorára Alzheimer-korban szenvedett, ahogyan a western hős Charles Bronson és a leghíresebb magyar focista Puskás Ferenc is. A hosszú lefújású gyógyíthatatlan betegség első felismert rizikófaktora a magas vérnyomás, melyre Kapp Péter István is évek óta odafigyel. Kapp Péter István emellett annyit tesz, hogy pontos jegyzeteket készít a teendőiről, ami akár életmentő is lehet. Így nem felejti el bevenni a gyógyszereit, és nem felejti el a dolgait sem. A játékfejlesztők pedig olyan alkalmazásokat készítenek, amelyekkel felhasználóként, ha nem is tudatosan, de a kutatóorvosok munkáját segítjük. És attól sem vagyunk messze, hogy egy-egy alkalmazás megmentse az életünket. Például a kokáért valami történik hirtelen a szívritmusommal, ugye akkor ezt már akár riasztásképpen el is küldheti egy ilyen okostelefonba épített applikáció a aktuális, nem tudom, ambulanciára, vagy nem tudom én, ahova én beregisztráltam magamat, hogy hűha, itt baj van, és akkor ugye nem kell arra várni, hogy a járókelők ott megkérdezik, hogy miért vagyok rosszul, mert már tudnak róla. A gyakori vizsgálatok pedig elkerülhetetlenek az Alzheimer-kor megelőzésében is. Mivel a betegség megjelenését növelhetik a koleszterin és vérzsírháztartási zavarok és a diabétesz, azaz a cukorbetegség is. Az eddigi becslések pedig azt mutatják, hogyha ezekre nem figyelünk oda, akkor az Alzheimer-kóros betegek száma folyamatosan nőni fog. 2016-hoz képest, tehát mondjuk az két évvel ezelőtt volt, 2040-ig mondjuk 1 millióval több Alzheimer-beteg lesz a társadalomban, pusztán azért, mert egy kis mértékben növekszik a várható élettartam. A szakember szerint a kóros mentális állapot a minimális hajlam ellenére is kialakulhat. De lehet és kell is tenni a megelőzése érdekében is, például egészséges étkezéssel, sok mozgással és folyamatos szellemi kihívásokkal.